Tisztelettel köszöntöm Önöket. A magyar oktatás helyzetéről, ha csak nem hivatalos megszólaló az, akit hallgatunk, akkor hosszú évek óta az elkeseredettség és az aggodalom egyre erősödő hangjait halljuk csak csupán. Nyilván a napi hírek világán túl is van egy értelmezése annak, ami a magyar oktatásban zajlik, és erre a higgadt megközelítésre kértem fel mai tudós vendégemet. Ismerjék meg! Radó Péter, történész, oktatáskutató, a kisebbségi oktatás szakértője. Az elmúlt évtizedekben 18 országban dolgozott oktatásfejlesztő tanácsadóként. Több mint 80 tanulmánya elérhető az oktatáspolitika és oktatási rendszerek témájában. Utolsó kötete az Iskola jövője címen jelent meg. Jelenleg a CEU Demokrácia Intézetének tudományos munkatársa. A jövő kihívásai az oktatási rendszerek számára közép-kelet-európai kontextusban projektvezetője. Nős, 3 gyermeke van. Örülök, hogy itt vagy, és hát tegeződni fogunk, mondom a kedves nézőknek, már csak a közös alma máterünk okán is, meg hát a régi ismeretség okán is, hiszen te is költséggimnazista voltál, mint én magam, hogy ezt is megmagyarázok a nézőknek. Az, hogy 18 országban, vagy 18 országnak dolgoztál, azok milyen súlyú, mértékű beavatkozások voltak az országok oktatási rendszerébe? Hát a szakértők általában nem csinálnak forradalmakat, reformokat és ilyesmiket, hanem abban a szerepben vannak általában, hogy támogatják azokat a döntéshozókat, akik ezeken dolgoznak. De a legkülönbözőbb szerepekben dolgoztam, külföldön dolgoztam szakértőként, nemzetközi szervezeteknek, csináltam értékelési programokat, amikor különböző beavatkozások és programok hatását, eredményességét értékeltem. Dolgoztam stratégiai tanácsadóként különböző reformfolyamatokon, például Szerbiában vagy más országokon volt olyan program, ahol azt segítettem, hogy nagy nemzetközi szervezetek különböző nagyobb reformprogramokat készítsenek elő, vagy az oktatásba szánt befektetéseket készítsék elő szakmailag. Ezek nagyon különböző szerepek voltak, nagyon különböző típusú munkák voltak, de sosem olyan típusú munkák, amik a végén az ember rányomhatná a pecsétet, hogy ez Radó Péter munkája volt. Nem én csináltam ezeket a változtatásokat, nem én csináltam ezeket a reformokat, csak segítettem azokat, akik ezeken dolgoztak. Itthon utoljára mikor kérdezett kormányzati szereplő arról, hogy mi a véleményed? A 2006-ig vezettem az oktatáspolitika elemzések központját, amikor a szocialista kormányzat átvette az oktatási tárca irányítását 2006-ban, akkor ezt a központot bezárták. Én nem nagyon emlékszem rá, hogy azóta közvetlen kapcsolatom lett volna oktatási irányítókkal Magyarországon. Láttál olyan országot, vagy láttál olyan mintát valamelyik országban, amire azt lehetne mondani, hogy na, ez a tökéletes oktatás. Tehát így kell ezt csinálni, kérem. Tökéletes oktatás nincs. Akkor beszélünk jó helyzetről, hogyha egy oktatás kormányzásában, az oktatás intézményrendszerében benne van az a lehetőség, hogy megoldják a problémáikat, mert minden oktatási rendszernek vannak problémái, mindig új és új problémák születnek, nagyjából annak következtében, hogy az oktatás körül megváltozik a világ, amihez alkalmazkodni kell. Tehát azt mondhatnám, hogy dolgoztam olyan országban, ahol ez a fajta alkalmazkodás, ez nyögvenyelősen ugyan, de meglehetősen sikeres volt. Például egy OECD szakértői csoporttal dolgoztam Észtországban, és ez a bizonyos fejleszthetősége, alkalmazkodó képessége az oktatási rendszernek nagyon erős, mert ott nagyon jól van kormányozva. De ez mind múlik, hogy képes-e alkalmazkodni? Hogy elég rugalmas-e ahhoz, hogy ha valami változik, akkor menjen vele, hogy ahhoz adaptálódjon? Ez elsősorban az intézményrendszer, az intézmények minőségétől függ, és amikor intézmények minőségéről beszélünk, akkor általában az emögött itt hagyományokról, kultúráról is, és társadalmi körülményekről is beszélünk. Tehát akkor lehet jó intézményeket működtetni, hogyha erős egy társadalomban az együttműködése való, készség, ha van bizalom az intézményekkel szemben, ha az együttműködő szereplők bíznak egymásban, és hát persze kell egy jó adag professzionalizmus hozzá. Tehát amikor egy ész oktatási minisztériumi tisztviselővel beszélgetek, az néha lényegesen magasabb színvonalú szakmai diskurzus, mint hogyha itthon az akadémiai szférában oktatáskutatókkal beszélnék a oktatási problémákról. Tehát egészen más a légkör, más a kultúra. Elég
szomorú. Ez a szomorú helyzet Magyarországon azért állt elő, mert hogy az elmúlt 12 évben elkezdtünk szépen lassan hozzábutulni ahhoz az elképesztően buta rendszerhez, amit a nagy rendszer átalakítás idején a jelenlegi rendszer létrehozott. Nem a rendszer adaptálódik tehát a változó világhoz, hanem mi kezdünk el hasonlítani rá. Ez elkerülhetetlen. Tehát, hogy egy olyan rendszerben, amin nevezzük nevén a gyereket, egy autokratikus rendszerben, ahol minden intézmény a politikai kontroll kiterjesztését és szolgálja bürokratikus, hierarchikus, adminisztratív rendszereken keresztül, egy ilyen rendszerben a tudás felhalmozása, a tudás cseréje is elhal. Nem véletlen, hogy Magyarország az egyik egyetlen olyan ország, ahol nincs, a kormány nem működtet olyan intézményt, ami rendszeresen monitorozza, hogy mi történik az oktatási rendszerben, ami tudást állít elő és tudást oszt meg az oktatás szereplőivel, mert ennek a bürokratikus rendszernek a tudás és információ igénye meglehetősen minimális, hogy úgy mondjam, szinte nulla. Éppen ezért az oktatás szereplői elkezdtek ehhez alkalmazkodni. A legtöbb kutató az visszavonult ilyen biztonságos neveléstudományi témákba, vagy azzal foglalkozik, hogy mi történik Új-Zélandon, Kanadában, Angliában, vagy Hollandiában, és nem nagyon reflektál arra, ami Magyarországon történik. Mert abból nem lesz itthon baj, hogy az új-zélandi példákon dolgozik. Mert hogy ez veszélyes. Nem arról szól ez egy picikét, hogy mi a saját múltunkból vezetjük le az oktatás jelenét meg a jövőjét, a gyerekeink jelenét meg a jövőjét. Tehát mi így nevelkedtünk, minket így neveltek, a mi iskola rendszerünk ilyen volt, ezt tudjuk elképzelni, ezt láttuk. Érdemes különbséget tenni a között, hogy hogyan viszonyulnak, hogyan reflektálnak az oktatási rendszerben zajló folyamatokra kutatók és a rendszer szereplői maguk. Tehát például, amit a szülőkkel kapcsolatban teljesen egyértelműen igaz, amit mondtál, sőt, Lannert Judit fogalmazott úgy, hogy a szülők legnagyobb része a saját múltját képzeli el a gyereke jövőjeként, ami egy meglehetősen problematikus megközelítés. Vagy a saját álmait. Hát meg állandóan. Ez a jobb eset, mert ha az ember elmondodik, akkor akar valamit, tehát hogy valami változtatást is akarhat. De úgy vagyunk vele, hogy jó volt nekünk is, jó lesz neki is? Így vannak ezzel a szülők. Egy oktatáskutatónak nem így kellene gondolkodni. Egy oktatáskutató, persze az oktatáskutatók, mivel kivonultak, jelentős részük kivonult abból, ami a szakma nemzetközi fősodrában éppen zajlik, tehát ezekből a diskurzusokból és kutatásokból az oktatáskutatók jelentős része kivonult. Éppen ezért, és nem kis részben azért, mert hogy beleragadtak a saját múltjukba, a legtöbb oktatáskutató a 70-es, 80-as évek harcait vívja újra. Tehát azon vitatkoznak egymással, hogy kell-e tanfelügyelet, vagy kell-e vizsga, vagy kell-e, milyen tanterv kell, de ezek nem a jelenkor problémái, ezek ilyen 3-4 évtizeddel ezelőtti harcok és intellektuális küzdelmek, amikbe beleragadtunk, mert hogy alkalmazkodtunk ahhoz a nagyon buta kommunikációhoz, ami itt a kormányzat, ami a kormányzat kibocsátása. Nekem van egy mániám, hogy a médiát tanítani kéne általános iskolában már. Különösen azt a fajta médiát, amit internetnek nevezünk. Mert hogy azzal dolgozik, a gyerek dolgozik idézőjelben. Kéne is egyébként, hogy dolgozzon vele, és ha tanítanánk, hogy hogyan kell kezelni, használni, működtetni, akkor talán az oktatásunk is rögtön tudna változni, hiszen be is tudna épülni az internetes eszközök használata a napi gyakorlatba. De úgy teszünk, mintha ez például egyáltalán nem lenne jelen. Tehát olyan a tanterv, mintha ez nem létezne. Ez is arra példa, hogy mennyire elszakadtunk, vagy a gondolkodásunk és az oktatásról szóló diskurzus milyen mértékben elszakadt attól, ami általában a világban zajlik. Mert hogy az elmúlt 10 évben az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy az oktatás hogyan alkalmazkodjon az új digitális világhoz. Milyen típusú kompetenciákra van szüksége valakinek ahhoz, egy felnőtt, vagy gyereknek, vagy egy felnőttnek, ahhoz, hogy képes legyen mindent kihozni abból, ami az online jelenlétben benne van, anélkül, hogy beleessen azok, vagy úgy, hogy elkerülje azokat a kockázatokat, amik ezzel járnak. Tehát, hogy amikor digitális kompetenciákra
kompetenciákról beszélünk, annak nagyon pici része az eszköz használat, hogy képesek legyünk. Azt úgy is fogja tudni. Azt mindenki, a félig meddig magától mindenki megtanul, és ha valaki egy rendszert megtanult, akkor utána a rendszerek változásaihoz nagyon könnyen alkalmazkodik. A legtöbb dolog, az pont az ezzel kapcsolatos gondolkodás, a legtöbb dolog pontosan olyasmi, amiről te is beszélsz, hogy hogyan bánjunk kritikusan, hogyan különböztessük meg a hiteles információt a nem hiteles információtól. Hogyan biztosítjuk azt, hogy a jelenlétünk az online térben biztonságos legyen. Tehát van egy nagy rakás, olyan típusú készség és kompetencia, ami ehhez szükséges lenne. A legtöbb ország valamilyen módon, vagy fejlett ország, valamilyen módon dolgozik azon, hogy ezeknek a készségeknek a fejlesztése beépüljön az oktatási gyakorlatba. Erre már Európai Uniós a keretrendszerek és eszközök tömege született meg, amit a legtöbb ország európai ország megpróbál adaptálódni. Nekünk a fejünk mellette megy el ez az egész dolog, sok máshoz hasonlóan ezzel sem nagyon foglalkozunk. Na, veselkedjünk neki a jelen időnek, hogy hol tart a magyar oktatási rendszer valóban. Nagyon sokszor lehet hallani politikusoktól, de mondjuk érdekvédelmi vezetőktől is, hogy a magyar oktatás az összeomlik. Elképzelhető, hogy eljön az a pillanat, amikor ténylegesen összeomlik egy oktatási rendszer egy országban, vagy hát ilyen nincsen, mert valaki majd mindig kinyitja az iskolát? Hát abban az értelemben, hogy képes legyen fenntartani azt a látszatot, hogy az iskolákban oktatás folyik, és abban az értelemben, hogy egy ilyen elemi gyerekmegőrző funkciót ellásson, ilyen értelemben egy oktatási rendszer nem tud összeomlani. Még az is lehet, hogy valamit tanulnak a gyerekek, hogy az mennyire releváns és mennyire korszerű, az egy más kérdés. Írni, olvasni meg fognak tanulni. Egy oktatási rendszer összeomlani nem tud. Abban az értelemben, amiről a beszélgetés elején váltottunk néhány szót, tehát hogy képes-e alkalmazkodni, hogy képes-e megújulni, hogy képes-e a változásra, hogy képes-e gondoskodni arról, hogy egy minimális, bocsánat, egy minimális minőséget produkáljon, hogy képes-e gondoskodni arról, hogy mindenki reflektáljon annak a munkának az eredményességére, amit végez. Ilyen értelemben a magyar oktatási rendszer már összeomlott, mert azok a mechanizmusok, rendszerek és képességek, amik mindezt lehetővé tették volna, ezek leépültek. Ezek elképesztő gyorsasággal leépültek az elmúlt 12-13 évben. Tehát ebben az értelemben a magyar oktatási rendszer, hogy úgy mondjam, már összeomlott, mert egy olyan rendszer, ami nem képes változni, nem képes adaptálódni, nem képes alkalmazkodni, egy ilyen rendszer nem tölti be a funkcióját. De alkalmazkodni azért nem képes, mert mechanikus módszerekkel automatikus válaszokat ad minden kérdésre? Ezért is, mert hogy ha bemerevedik egy oktatási rendszer, tehát megszűnik benne a változtatás képessége és a változtatás igényekre való reflexió képessége, akkor régi rutinok lesznek azok, amik vezérlik a működését. Illusztrálnád egy példával? Mire gondolsz? Egy nagyon egyszerű dolog. Gyakorlatilag minden szintről lehetne példát mondani. A pedagógusok napi tantervi praxisától kezdve az intézmények működésén keresztül a rendszer működéséig, kezdjük mondjuk az elemi szinttel. Tehát, hogyha egy pedagógus évtizedeken keresztül egy ilyen ismeret átadásra orientált pedagógiai gyakorlatot folytat, mert abból indul ki, hogy ez működött 40 évvel ezelőtt, akkor most is működnie kell. Sőt, ezt támasztja alá a tanterve. És ráadásul olyan típusú jelzéseket kap, amik azt mondják neki, hogy ez a helyes eljárás. Egy ilyen pedagógus, ha nem kényszerül arra, hogy változtasson, ha nem ösztönzi, készteti vagy kényszeríti semmi arra, hogy változtasson, akkor nem fog változtatni. A pedagógusok munkája egy nagyon magas hozzáadott értékű munka, de ugyanakkor egészen elképesztő mértékben rutinok vezérlik. Ezért van az, hogyha a pedagógus kijön a pedagógus képzésből, akkor utána még 6-7-8 év, amíg kialakulnak azok a rutinjai, amik arról szólnak, hogy ő hogy képes hatékonyan elboldogulni egy osztályban,
hogy képes akármilyen célt hatékonyan szolgálni. Na most, ha kialakulnak ezek a rutinok, ezek nagyon nehezen változtathatóak meg. De ugyanez érvényes az iskolákra is, egész is intézményekre is. Ez azért nagyon fontos, mert nem az egyes pedagógus az, aki produkálja a gyerekek tanulási eredményeit, hanem az egész iskola. Az összes ugyanabban az osztályban, ugyanazokat a gyerekeket tanító pedagógus munkájának összegződő hatásaként fejlődnek a gyerekek szövegértési képességei, vagy sem. Éppen ezért az iskola is borzasztó fontos. Az iskola működését ilyen 50-100 éves rituálék és rutinok határozzák meg, akkor az iskola nem fog változni. És sőt, az iskola nem csak, hogy nem fog változni, de egy olyan intézmény, ha úgy tetszik, szervezeti környezetet működtet, amiben a pedagógus nem fogja dolgának érezni, hogy ő maga változtasson a gyakorlatán. És még egyszer mondom, ezeket a példákat fel lehet görgetni egészen addig, hogy hogyan működik az oktatáspolitika. Készültem adatokkal, nem szoktam ebben a műsorban ilyeneket használni, de most kivételesen igen, mert azt gondolom, hogy elég sokat mondó adatok, és értelmezhetőek lesznek ilyen módon a magyar oktatási ügyben zajló folyamatok. Van az Európai Bizottságnak egy oktatási és képzési figyelő 2022 című kiadvány, ez minden évben elkészül, ez a legfrissebb, a 22-es. Ez ugye az uniós tagállamok oktatási helyzetét illusztrálja önmagában és egymáshoz viszonyítva. És hát ebben érdemes nyilván tisztáznunk, hogy Magyarország valamennyi uniós tagállammal együtt bizonyos direktívákat elfogadott és aláírt dokumentumban, hogy milyen célokat kellene elérnie és kellene követnie. Tehát a bizottság dokumentuma ezt is értelmezi. Egy kivételével mindenben, és tendenciáját tekintve is mindenben rosszul teljesít Magyarország, az egy az óvodai helyzet, az egészen kicsik óvodai részvétel képzése, és az ő részvételük, ugye itt a kötelező óvodáztatással, a 3 éves kortól kötelezővé vált óvodáztatással magyaráz az Európai Bizottság is, hogy ez mitől lett jobb adat. Egy kis korrekcióval élesz, de az óvodai részvétel az Magyarországon mindig is nagyon magas volt. Tehát 94-95% volt már a rendszerváltás, úgy értem a 90-es rendszerváltás, az előző rendszerváltás idején is. Ezen érdemben a 3 éves óvodáztatás, kötelező óvodáztatás nem változtatott, megnövelte az óvodában a való részvétel idejét, az óvodába járás idejét, de a beóvodáztatási arányokon szemernyit sem javított. 92,8% ez magas, ez kifejezetten magas. Ez magas, és az európai összehasonlításban mindig is nagyon magas. Viszont a bizottság megjegyzi, hogy 31%-a a településeknek óvoda nélküli ma Magyarországon, az viszont példátlanul nagy szám e tekintetben. Ez nagyon nagy szám. Gyakorlatilag valamilyen homályos okból az óvodával való ellátottság alkalmazkodott az iskolával való ellátottsághoz, tehát nem abból indult ki a politika, hogy helyben mindig kellene, hogy legyen óvoda a kicsiknek, az iskola már nem feltétlenül kell, hogy helyben nyújtott közszolgáltatás legyen. És gyakorlatilag a iskola sincs, ott óvoda sincs. Nagyjából ez a hagyomány alakult. Nincs óvoda, ott azt mondják, azon a településen majd nem lesznek kisgyerekek, mert onnan elmennek a szülők. Borzasztóan erősek ma a magyar közvéleményben a kis települések elhalálásával kapcsolatos félelmek. Arra nincsen bizonyíték, empirikus bizonyíték, hogy ahonnan elviszik az iskolákat, elviszik az oktatást, ott a település gyakorlatilag bedől és elnéptelenedik, mert nem önmagában az oktatás az, ami... Tehát ezzel az előző mondatommal egy hiedelmet erősítettem csupán, mert nincs rá adat. Mindenre van adat, majdnem mindenre van adat, de a meglévő adatok általában nemzetközi összehasonlításban nem feltétlenül erősítik meg ezt a... Ezt a mondatot az egésszel kapcsolatban megjegyezzük, hogy mindenre van adat, mert jönnek az adatok. Nem biztos, hogy ismerjük, mert lehet, hogy nem férünk oda. Azt mondja, el fogunk jutni az egyetemig elég gyorsan, de itt most megállhatunk rögtön az elején, azt mondja az Európai Bizottság, hogy a beiskoláztatási gyakorlat Magyarországon hibás.
ez egy katasztrofális állapot, ami e tekintetben van Magyarországon. Egy millió különböző okból, csak a legfontosabbakat közül néhányat hagy mondjak. Az egyik, az a 2010 után bemerevítették a beiskolázás időpontját. Tehát az, hogy kötelezően a jogkövető magatartást tanúsítva minden 6 éves magyar állampolgárkának el kell menni iskolába, ez egy teljes nonsens. Ráadásul ezt régen az óvónők meghatározhatták, hogy a gyerek iskolai érette. Óvónők, szülők, a szakmai szolgáltatók, a gyerek valamilyen módon, most tegyük félre, hogy ez mennyire volt megalapozva, de valamilyen módon mértek valami fajta iskolai érettséget, és a gyerek érettségétől, fejlettségétől, speciális problémáitól függött, hogy az iskola, hogy a szülők úgy döntöttek, hogy még egy évet maradjon óvodába, vagy már nyugodtan mehet iskolába. Az én három gyerekem közül mind a három 4 évig járt óvodába, mert úgy gondoltuk, hogy ez lesz nekik a kedvezőbb. De az, hogy ezt lemerevítették, az azért probléma, mert hogy nem veszi tudomásul, hogy a gyerekek egészen elképesztően különböző ütemben fejlődnek, és különböző szempontból mért érettségű, különböző időpontokban éri el azt a stádiumot, ahol már érdemes őket inkább is. Ráadásul egy távolban lévő, a gyereket nem ismerő hivatal dönt arról, hogyha a szülők kérvényezi, akkor azt lehet, vagy nem lehet, hogy otthon maradjon. Ez a beteg központosított standardizációnak a következménye. Tehát mindenkire egységes követelmények vonatkoznak, miközben mindenki különbözik mindenki mástól. Tehát ez egy önmagában egy problematikus. Azt mondja az Európai Bizottság, mi a véleményed erről, kérdezem egyúttal, hogy rögtön ez a döntés, hogy a gyerekeket 6 éves korban iskolába kell küldeni, tanulási hátrányokat és hosszú távú különbségeket okoz a gyerekek. Magyarországon ezek a hátrányok mindig rettenetesen erősek voltak, és ez a döntés hozzájárul ahhoz, hogy ezek még rettenetesebbek legyenek. Tudnék, a közhiedelem ellentétben a nagy teljesítmény szakadékok gyerekek között nem a felső tagozatban alakulnak ki Magyarországon, hanem az alsó tagozat végére. Tehát az egészen elképesztő helyzet van, hogy a 4. évfolyam végére olyan elképesztően nagy teljesítmény szakadék alakul ki a legjobban teljesítő 10%-nyi és a legrosszabbul teljesítő 10%-nyi gyerek között, ami Európában máshol ismeretlen. Tehát ezeket a korán kialakuló teljesítménykülönbségeket a felső tagozat és utána a középfokú oktatás csak tovább gördíti, csak vagy egy nagyon picit tesz hozzá. Tehát valami nagyon nagy baj van az iskola előtti neveléssel és az alsó tagozatos oktatással, és ezt mindig inkább bemerevítjük, minél inkább képtelenné tesszük arra, hogy az oktatás alkalmazkodjon a gyerekek elképesztő sokféleségéhez, a gyerekek tanulási szükségleteinek, igényeinek, stílusának, előzetes tudásának az elképesztő sokféleségéhez, annál nagyobbra nyitjuk ezeket a szakadékokat, tehát már az elején pályára állítjuk a gyerekeket, és gyakorlatilag 7-8-9 éves korukban eldől a sorsuk egy élet. Egy rossz tanulónak elkönyvelt 10 éves, nyilván úgy megy végig az általános iskolán, nem lesz gimnazista, majd elmegy szakképzésre, és aztán látjuk, erről majd mindjárt beszélünk is. Adatok, bocsánat, PISA mérések. Olvasásból 17,6%-ról 25,3%-ra nőtt a gyengén teljesítők, azaz a nemzetközi standard szerint funkcionális analfabéták száma 2022-re, 2016-tól. Gyakorlatilag 2015-re. Ez most egy 22-es adat. Igen, 16-hoz méri. Az történt, hogy a 2008-ban kitört Magyarországon a válság, ami megnövelte a szegénységben élő emberek, az ember a szegénységben élő családokban élő gyerekek arányát, és mivel Magyarországon nagyon erős az összefüggés családi háttér és tanulási teljesítmények között, ez automatikusan megnövelte a kudarcot valló alul teljesítő gyerekek arányát. Na de hát ez döbbenetes, hát ez a negyede a gyerekeknek. Igen, egy pillanat, még nem fejeztem be, még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Persze. Ebből kijöttünk, tehát 2000
2010-11-re a visszaállt a szegénységben élő gyerekek aránya egy korábbi színvonalra, de ekkor kezdődött el az a brutális rendszerátalakítás. Pont 2011 és 15 között zajlott, ami teljesen bedöntötte a magyar közoktatás teljesítményét. Minden font, nem csak ez, minden nagyon fontos teljesítménymutató hirtelen beszakadt, ennek a következtében állt elő. Tehát 12 és 15 közötti változtatások miatt már nem lehet a válságot hibássá tenni. Ez egyértelműen oktatáspolitikai döntése. Mit tekintünk funkcionális analfabetizmusnak? Tehát ennek van egy standard leírása? Van egy standard leírása, de én nem hiszem, hogy a hallgatók ezt... Nem, azt úgy, egy nagyon egyszerű példát hagyózzák. Hát, tud írni, olvasni, tehát a dolog az nem azt jelenti, nem arról szól, hogy nem tudja meg aláírni a nevét. Ez arról szól, hogyha valaki vesz egy számítógépet, és kap hozzá egy használati útmutatót, amiben szépen egyszerűen lépésenként le van írva, hogy hogy tudja bebutolni a gépet, és hogy tudja használatba venni, és hogy tudja megcsinálni az alapvető beállításokat, akkor ezt nem tudja megcsinálni, nem érti azt a szöveget, aminek alapján használatba kellene venni a számítógépet. Tehát ez a fajta kompetencia, szövegértési kompetencia, az arról szól, hogyha én képes vagyok-e kinyerni egy szövegből a számomra fontos információt, és képes vagyok-e ezt az információt felhasználni annak érdekében, hogy valami egyszerű problémát megoldjak. Látszólag teljesen értelmetlen logikai ugrás, de azt gondolom nem. Mit kezdünk ezzel a 10 éves gyerekkel, aki most funkcionális analfabétának minősül, 25 éves korában fiatal felnőttként a munkaerőpiacon? A jellemzően közmunkások lesznek, vagy valami betanított munkát fognak végezni. De hát ez a negyede a gyerekeknek. Ez nagyjából a negyede a gyerekeknek. Tudjuk, ez a szövegértési kompetencia az nem csak felnőtt korban válik érdekessé. A szövegértési kompetencia egy legfontosabb tanulási kompetencia. Tehát a későbbi tanulás sikerességét egészen elképesztő mértékben meghatározza, hogy valakinek már egy nagyon korai szakaszban kialakulnak-e elégséges szintű szövegértési képességei. Tehát az, aki egy korai életszakaszban már funkcionális analfabéta, az gyakorlatilag az egész tanulási karrierje során kudarcra van ítélve, ami praktikusan azt jelenti, hogy felnőttként is kudarcra van ítélve bármiben. Magyarország aláírta, hogy 2030-ra 9% alá szeretné leszorítani a korai iskola elhagyók 10%-ot arányát. Írtunk alá, az Európai Unióban lement 9%-ra. És azt nem írta alá Magyarország? Magyarország is aláírta a 10%-ot, de nem sikerült ezt teljesíteni, holott a legtöbb európai országban. Most 9,7 egyébként az uniós átlag. Úgy van, mert lement 10%-á, hogy egy megjegyzés ezzel kapcsolatban. Az Unió 2020-ban kitűzött 2010 és 2020-ra célokat is ezek a uniós átlagban mind teljesültek. Mindegyik. Tehát az összes indikátor, amiről most beszélsz, ebben az unió egészen elképesztően sikeres volt, és mi ebből a sikerből lógunk ki egészen elképesztően. Mert hogy nálunk romlott ez az adat is. Először romlott, aztán elkezdett stagnálni, majd, illetve egy kicsit, azt kell megnézni, hogy honnan indultunk, mert hogy a trend a lényeges. A 2020-ban, amikor a folyamat elkezdődött, akkor Magyarországon ez az adat összehasonlíthatatlanul kedvezőbb volt, mint az Európai Unió átlagában. Tehát majdnem fele akkora volt Magyarországon a korai iskola elhagyók aránya. Tehát a dráma abban az összehasonlításban mutatkozik meg leginkább, hogy mi történt 20 év alatt Európában, és ehhez képest mi történt Magyarországon. Hullámzott egy kicsit, az utóbbi néhány évben kicsit növekedett, de nem javult a helyzet, miközben minden európai országban javult. És hogy a indikátor mögötti megfontolást is mindenki értse, már nem azt tekintjük kudarcot valónak, aki általános iskola után nem tanul tovább. Ma már azt, mivel az egész társadalomban és a gazdaságban is folyamatosan nőnek a készségigények, azokat tekintjük kudarcot valónak, akik 18 éves korukig nem szereznek valamilyen befejezett középfokú, teljes értékű befejezett középfokú végzettséget. Erről szól ez a bizonyos
korai iskola elhagyók aránya, ami praktikusan azt jelenti, hogy az oktatás beleütközött az alulteljesítő, hátrányos helyzetű tanulók nagy tömegével, nem tudott ezzel mit kezdeni, ezért nem is volt képes javítani ezen az indikátoron. Az Európai Bizottság jelentése azt írja, hogy az oktatási eredmények tekintetében a társadalmi-gazdasági státusz figyelembevétele nélkül, tehát itt nem nézzük azt, hogy kinek milyen a beosztása és az anyagi helyzete, az összes OECD, tehát ez tágabb, mint az Európai Unió, ország közül Magyarországon a legnagyobb a különbség a város és a vidék gyermekei között. Igen, Magyarországon ez a bizonyos települési lejtő, ez borzasztóan erőteljes. Azt látni kell, hogy nem véletlenül mondja azt az OECD, hogy ebből ki kell vonni a társadalmi különbségek hatását, mert Magyarországon is és mindenhol a világon ezt a bizonyos települési lejtőt, tehát hogy minden kisebb település iskolái felé haladunk, annál alacsonyabbak az átlagos eredmények. Ez jelentős részben a különböző méretű települések eltérő a szociális összetétele a magyarázat. Tehát Magyarországon sokkal több a diplomás, mint mondjuk egy kisebb településen vagy egy faluban. Ha ezt levonjuk, még mindig marad elég jelentős különbség, és ez a jelentős különbség ez azért nagyobb, csak ugyan nagyobb, mint az OECD ország, a fejlett országok átlagában. Nem az lenne a cél, hogy ez ne legyen? De ebben emögött pedig regionális különbségek vannak. Tehát vannak települések, ahol a kis települések iskoláinak a hozzáadott értéke az magasabb, mint a legtöbb budapesti iskolái, és vannak olyan régiók, ahol a szegénység koncentrálódik, ahová nem jut erőforrás, ahol az iskolák ragadtak egy nagyon archaikus és meglehetősen pocsi működésbe, itt viszont nagyon nagy drámák vannak. Tehát nem azt kell látni ebben feltétlenül, hogy jobb-nagyobb településen iskolába járatni a gyereket, hanem azt kell látni, hogy nem mindegy, hogy milyen státuszú vagyok, B, nem mindegy, hogy az ország melyik régiójában élek. Szegregáció, az sokféle. Ugye egyfajta szegregációt elég régóta kezel úgy, ahogy a politika, és mond róla véleményt, attól függően, ki milyen pártállású az egyén maga is, meg hogy honnan származik, tehát hogy ez a magyar és cigány együttélés szegregációs kérdése. És akkor van itt egy másik fajta szegregáció, ami kifejezetten az anyagi helyzetről szól, és szociális szelekciónak. És szintén ír róla a jelentés, hogy ez megjelent, és egyre erősebb a mi régiónkban, Magyarországon is. Kezdem azével a másodikkal, mert tulajdonképpen az az alapja jó részt az elsőnek is. A Magyarország működteti a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszerét. A döbbenetesen szelektív a magyar oktatási rendszer. Kasztrendszer lett? Gyakorlatilag igen. Én is szoktam használni, hogy a magyar közoktatási kasztrendszerré változott, mert nem egyszerűen leképezi a jelentős társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem rá is tesz egy lapáttal. Csak hogy összehasonlításképpen azt szokták mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok működteti a világ egyik legszelektív oktatási rendszerét, jelentem, amilyen sokkal szelektívebb, mint az amerikai. Mivel Egyesült méred? Államok. Elég sokféleképpen lehet mérni azt, hogy oly módon, hogy a tanulási eredmények különbségét milyen erővel magyarázza a családi háttér, lehet úgy mérni, hogy magasabb státuszú és alacsonyabb státuszú gyerekeknek milyen a fizikai elkülönülése, tehát ez az indikátor azon alapszik, hogy mekkora az elmaradt találkozások aránya a magasabb státuszú és alacsonyabb státuszú gyerekek között. Tehát nagyon sokfajta a számítási módszer létezik, ami nagyon sokfajta indikátort állítanak elő. Ezek mindegy, bármelyiket nézzük ezek közül, a magyar oktatási rendszer döbbenetesen szelektív. Egyébként ez visszahat arra is, amire korábban beszéltünk, hogy milyen döbbenetes mértékben szétválnak a tanulási teljesítmények, hogy milyen hatalmas az alulteljesítők aránya, mert hogy a szelekció az széthúzza a teljesítmény különbségeket, felerősíti a családi háttér hatását, ezért aztán az egyenlőtlenségeket, oktatási egyenlőtlenségeket is növeli. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a hagyományos közoktatásban vannak azok, akik az alsó harmada fele valamilyen társadalmi státusz mérőszámai alapján
ennek a rangsornak, és mondjuk a magániskolákban van a felső 10%? És a köztelévők meg bonyolultak? Bonyolultabb lett a helyzet, mert a fizetős magániskolák, amik az elitet, a fizetőképes kereslettel rendelkező elitet szolgálják ki, és a nagyon lepusztult, alapvetően a szegények és az alsó középosztály részére fenntartott állami iskolák között megjelent egy új erőteljes szegmens, ez pedig az oktatás, a közösségi tulajdonban lévő oktatás elképesztő mértékű privatizációjának a hatása, a középosztály számára hozta létre ezt a feldúzasztott egyházi intézményi hálózatot a kormányzat az elmúlt bő évtized során. Tehát kialakult egy... Így lett egy háromszintű oktatás. Egy háromszintű oktatás, amiben persze van egy elit intézményi kör, a általános iskolában és iskolai szinten jellemzően magániskolák, középfokon jellemzően volt önkormányzati, még mindig állami szerkezetváltó elit iskolák. Az alján ott van az állami iskola, az egyre jobban lepusztuló állami általános iskola, illetve középfokon ott vannak a szakmunkás képzőintézmények, amik gyakorlatilag az alacsony teljesítményű, alacsony státuszú gyerekek ülepítő edényévé váltak a magyar közoktatásban. Na hát és akkor a vége, az egyetem és a diplomások száma, ugye ez egy viszonylag egyszerű matematikai adat, hogy miből mennyi van, és aztán jön az a része a dolognak, hogy milyenek az egyetemek, most az alapítványi részét a dolognak egy pillanatra rakjuk is félre, bár az lehetne egy következő fejezet. 2021-ben nálunk a fiatalok 28,2%-a volt diplomás, ezt 10 év alatt felemeltük 32,9%-ra, ez messze alatta van az elvárt 45%-nak, amit 2030-ra szeretne az Európai Unió elérni. A 2020-ra még 40% volt a kijelölt célérték, ez az Európai Unió simán teljesítette, Magyarország nem vállalt 40%-ot. Ez volt az indikátor, ahol Magyarország nem vállalta az egységes célt. Akkor jött a munkaalapú társadalom gondolata, nem? 2000, ez már korábban eldőlt, a Magyarország 34%-ot vállalt be a 40% helyett, egész egyszerűen azért, mert megnézték a demográfiai trendeket, és abból kiindulva, hogy mi történt a felsőoktatásban nagyjából 2011-ig, úgy számítottak, hogy ez 2020-ig majd felmegy 34%-ra, tehát minden plusz erőfeszítés, beavatkozás nélkül 34%-ot tud kényelmesen teljesíteni Magyarország, de ebben nem számították bele, amikor ezeket a projekciókat csinálták, nem számítottak bele, amit a kormányzat 2012-13-ban művelt, mert hogy egészen döbbenetes mértékben megvágta a felsőoktatás finanszírozását, tehát egy GDP 1%-a körüli arányról vagy értékről lement a GDP 0,6%-ára, és tartósan ott anyázik azóta is, ami önmagában szűkítette a felsőoktatásba való bekerülés lehetőségét, mert csökkentek az állam által megfinanszírozott létszámok. Ezt a bejutási feltételeket is nehezítette. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a másik része a dolognak, hogy elkezdtek mesterségesen gátakat szabni a felsőoktatásba való belépésre, mert az volt a filozófia, ez a munkaalapú társadalom, az volt a filozófia, hogy ne a ilyen tingli-tangli felsőoktatási képzésekbe tereljük a gyerekeket, hanem a szakmunkás képzésbe, és annak adjuk vissza a becsületét. Ez nem jött be, mert hogy a szülék nem hülyék, meg a gyerekek sem hülyék, és lábbal leszavazták ezt a politikát, de abban az értelemben bejött. Már abban az értelemben egy csomóan elmentek külföldre tanulni. Hát például, igen, nem szakmunkás képzésre mentek, hanem elmentek külföldre, egyetemre. De abban az értelemben viszont bejött ez a politika, hogy mesterséges gátakat kezdtek el szabni, tehát most már ott tartunk, hogy nem a 34%-ot sem értük el, mert egy idő után a vártnál korábban elkezdett csökkenni a fiatal diplomás. Hát ez 32,9%, az, hogy a kormányzat most hirtelen az ellenkezőt teszi, mint amit az elmúlt 10 évben, és azt mondja, hogy mindenki menjen egyetemre. Tehát akinek van érettsége, iratkozzon be, gyakorlatilag most itt tartunk. Néhány egyetem majd megszabhatja, hogy ő az elit egyetem, nála azért lesznek belépési küszöbök. Ez azt jelenti, hogy fejükhöz kaptak, és megijedtek, hogy ez így nem lesz jó, vagy azt jelenti, hogy az Európai Bizottság a lábukra lépett?
Egyik sem, egy harmadikra tippelek. Nincs egységes kormányzati szándék és egységes kormányzati politika ebben a rendszerben. Itt a rendszeren belüli különböző erős emberek és politikai érdekcsoportok vívnak folyamatosan áldás küzdelmeket. Ha van egy olyan szereplő, mint például Palkovics László, aki erőteljesen érdekelt mondjuk a műszaki felsőoktatás fejlesztésében, és a műszaki felsőoktatás és az ipar közötti kapcsolatok erősítésében, ebben elemi érdeke van valamilyen okból, akkor a minden le fog tenni abban, hogy bölcsészek, társadalomtudósok, jogászok nem kellenek, de a műszaki felsőoktatásban minél több hallgató legyen. És más érdekcsoportok más tartanak fontosnak. Tehát ez egy ilyen erőjáték kérdése. Szerintem az, hogy az Unió mit vár el a Magyarországtól, ez már senkit nem érdekel a kormányzatban, mert az előző évtized elején gyakorlatilag Magyarország kioptolt ebből az együttműködési rendszerből. Tehát nem referenciálja az oktatáspolitikának, hogy mit mond az Európai Unió. A problémát az okozza, hogyha azokat a lépéseket, amiket most megtesz a kormányzat, megtették volna 2009, 2010, 2011-ben, akkor lendíthettek volna a belépési lehetőségen. Most viszont eljutottunk odáig, hogy olyan brutális mértékben szelektívvé vált a közoktatás, és olyan brutális mértékben beszűkült a felsőoktatás merítési bázisa, hogy ezek az intézkedések, tulajdonképpen a belépés lehetőségnek részleges liberalizálása, nem teljes, csak részleges liberalizálása, ez nem fog eredményre vezetni. Szóval ez egy ilyen alibi foci szerintem, ami most történik. Na de hát akkor arra is mondj kérlek valamit, hogy ezt ezerszer hallottuk, hogy a kormányzat a mindenkori mennyivel többet költ az oktatásra, mint előző évben, mint az előző kormányok, hát ez állandóan jön. Itt vannak az adatok, e szerint az Európai Unió GDP átlagában nőtt az oktatásra fordított összeg, 4,9-ről 5-re, de hogyha ezt uniós mértékkel nézzük, azért az nagyon komoly pénz. Na Magyarországon 5%-ról 4,7%-ra csökkent. Tehát, hogyha az inflációval szorozzuk az összegeket, lehet, hogy számszakilag stimmel, hogy többet költünk, de arányában kevesebbet, mint korábban. Ez milyen igaz, de a helyzet ennél sokkal rosszabb, ugyanis a GDP arányos ráfordítások, nemzetközi összehasonlítása egy egész picit most megtévesztő, ugyanis nem mindegy, hogy milyen hatékonysággal, milyen szerkezetben használja fel ezt a pénzt, egyes oktatási rendszerek milyen szerkezetben használják fel a pénzt. A magyar közoktatásról azt kell tudni, hogy egészen drámai mértékben szétaprózódott. Tehát olyan döbbenetes hatékonysági problémák vannak benne, amik a legtöbb európai országban teljes mértékben ismeretlen. Kérek példát. A Magyarországon az egy pedagógusra eső tanulók száma átlagosan Európában 15 körül van, Magyarországon 10 alatt van, 9 fő környékén van. Ez egy döbbenetes hatékonysági probléma, ugyanis sokkal több pedagógust tart el a rendszer, mint egy racionálisan működő rendszerben szükség lenne, ezért, hogyha a 4,6% az abban rengeteg ilyen... Lenne tartalék. Rengeteg tartalék. Na de hogyha azt mondod valakinek, hogy jó, ezt az általános iskolát be kellene zárni, mert ennek így nincs értelme, összevonunk a háromból kettővé, akkor ott mindenki felhördül. Úgy felhördül az ellenzék, felhördül a polgármester, felhördül az ott lakó szülő, meg a gyerekek is kiborulnak. Nézzük meg, hogy mi történt. Nem abból érdemes tekintem kiindulni, hogy mi van most, mert ez egy teljesen beteg irracionális rendszerben. A magyar oktatási rendszerben ma senki sem gazdálkodik, tehát senki sem próbál egyensúlyban tartani kiadásokat és bevételeket, mindenki csak költi a közpénzt. De 2010 előtti 20 évben az önkormányzatok érdekeltek voltak abban, hogy egyensúlyban tartsák a bevételeiket és a kiadásaikat. Amikor azt látták, hogy nagyon elszakad az oktatási kapacitásaik mennyisége a tanuló létszámtól, mert a tanuló létszám az folyamatosan csökken, akkor periódikusan
valami fajta racionalizálást léptek. Tehát mindig az önkormányzati ciklus elején csinálták meg. Persze, mert a végén mert a választások meg közeledtek az önkormányzati választások, akkor már nem izgatták az embereket, ilyen, nem idegesítettek senkit iskola összevonásokkal. De periódikusan az önkormányzati választási ciklusok elején az önkormányzatok hozzáigazították, tipikusan hozzáigazították a kapacitásaikat, a rendszer. Ez szűnt meg az államosítással? Ez teljesen megszűnt. Tehát a klikkek azok nem gazdálkodnak. A klikkek azok osztogatják a pénzt, teljesen átláthatatlan és irracionális és a agyament mechanizmuson keresztül valahogy osztogatják a pénzt. Ezek a klikkek, ha valaki ebben nincs annyira benne, bár akkor már szerintem elvesztettük, tankerületek, tehát ezek nem azok a klikkek. Igen. Ezek szóval más klikkek. A klikkek csak osztják a pénzt, de nincs olyan szereplő a magyar közoktatásban, ami gazdálkodna. Tehát érdekelt lenne abban, hogy a rendszer kapacitásai és a rendszerben ellátandó feladat, ez gyereklétszám praktikusan, az egyensúlyban maradjon. Ezért aztán el is szállt minden, sőt, az egyházi privatizáció az egyben új egyházi iskolák tömegének a megnyitását jelentette. Tehát a kormányzat csak rontott ezen a helyzeten. Egyszerre van a magyar közoktatásban elképesztő mértékű alulfinanszírozottság, tudjuk, hogy mekkorák a pedagógus bérek, és ugyanakkor van egy egészen elképesztő mértékű pazarlás is. Ez egy nagyon rossz szerkezet, hogy tehát nem is az az érdekes, hogy éppen a GDP hány százalékát költi a kormányzat oktatásra, hanem hogy mit csinál ebből a pénzből, vagy mit hoz ki ebből a pénzből. Na hát eljutottunk az óvodától a beiskolázáson át az egyetemig, meg a finanszírozásig. Itt van a belügyminisztérium új elképzelése a pedagógus értékelési rendszerről. Ezt tudom, hogy inkább politika, mint amennyire az oktatás ügye. De hát mégiscsak az oktatást érinti. Erről mi a véleményed? Egyáltalán a pedagógus értékelésről, mint központi direktíváról. A pedagógus egy normális rendszerben, és normális rendszer alatt egy olyan rendszert érek, ami decentralizált és autonóm szereplők meglehetősen nagy önállósággal hoznak döntéseket, és menedzselik a saját, próbálják megoldani a saját problémáikat, egy ilyen rendszerben az állam kivonul az iskolákból, az iskolák napi működésének a menedzselésében nem szól bele, egész egyszerűen azért, mert iskolában felvetődő problémákat csak az iskola személyzete tud megoldani. Kívülről nem lehet fejleszteni egy iskolát, csak az iskola személyzete tudja megoldani. Ehhez viszont a gyerekek tanulásával kapcsolatos problémák megoldásához viszont intézményi autonómia kell, gazdálkodási autonómia kell, és szakmai autonómia kell. Ha az állam ezt megszünteti, és belép az intézmény menedzselésébe, a klikkek momentán kívülről mikromenedzselik az iskolákat, és az iskolák a klikkek telephelyei, nem a önálló intézmények. Egy ilyen rendszerben az erőforrások felhasználása is, és a szereplők munkájának a kontrollja is állami feladat. Ha egy decentralizált rendszerben, ahonnan kivonul az állam az iskola belső működéséből, a pedagógusok munkának rendszeres értékelése viszont már vezetői feladat. És 2010 előtt már elég sok iskola kísérletezett olyan többé-kevésbé standardnak mondható rendszerek kiépítésével, amik arról szóltak, hogy a iskola vezetőség, a munkahelyi vezetők, a iskola igazgató, igazgató helyettesek, tantárgyi munkacsoportok vezetői hogyan tudják rendszeresen értékelni, ilyen soft módon értékelni a pedagógusok munkáját, azért értékelni, mert mérni nem lehet. Tehát nincs olyan mérési, oktatási eredmény, ami rövidre zárható lenne az egyes pedagógus munkája. Most pont így próbálnák meg, hogy mérhetővé tegyék. Nekem a legdöbbenetesebb, hogyha a gyerekem elkésik az iskolából, az nem nekem rossz pont szülőnek, mert nem indítom el, vagy a gyereknek, mert csámborog és nem siet, hanem a pedagógusnak, akitől elkésett a gyerek. Egy nagyon árnyalt szakmai ítéletet kellene hoznom erről a tervezetről, amit most kiszivárgott a belügyminisztérium, akkor azt mondanám, hogy nettó hülyeség. Köszönöm, hogy árnyaltad. Mert hogy az a helyzet, hogy az egyik legfontosabb álom emögött az, hogy mérjük a gyerekek kompetencia teljesítményét, és a kompetencia teljesítménye alapján mérjük
a pedagógus, egyes pedagógusok munkájának a... Bocsánat, ez egy csúnya kifejezés, a gyerek anyagról, ez a legrondabb kifejezés. Igen, de arról nem tehet a pedagógus. Tehát, hogyha ha a Pistike olyan, amilyen, ez nem feltétlenül a pedagógus felelőssége. Az iskola viszont igen. Nem az iskolát ítéljük meg, hanem a pedagógust. Úgy van. Ez a gyerekanyag, szerintem azért, már csak azért is felejtsük el, mert nincs olyan készség, nincs olyan kompetencia, ami ne lenne fejleszthető. Nyilván, persze. Tehát az, amiről azt gondoljuk, hogy a gyerek családból hozta, és ez emiatt azért el van átkozva a gyerek, ilyen nincsen. Az iskolának mindig van mozgástere arra, hogy ahol a gyerek tanulásában, képességeiben, készségeiben a problémát érzékel, akkor azt van pszichológusa, a fejlesztő pedagógusa, logopédusa, és egyáltalán foglalkozik azzal, hogy az egyes gyerekeknek, egyéni gyerekeknek mik a problémái, mert hogy ebben az üzemszerű működésben ez nem nagyon történik meg. Tehát az egész iskola az, amit elszámoltathatóvá kellene tennie, a kompetencia mérések iskolák teljesítményét teszik összehasonlíthatóvá, és nem egyes pedagógusok teljesítményét teszik összehasonlíthatóvá. Egy olyan rendszer, ami ezen alapszik, az, hogy úgy mondjam, nem már elmondtam, hogy mi a szakmai véleményem. Igen, azt mondtad, hogy hülyeség. Beszéljünk egy kívánatos jövőről, már csak azért is, mert írtál egy könyvet az Iskola jövője címmel. És hát valószínűleg ez nem csak egy magyar kérdés, az egész világon az iskola jövőjét nyilván végig kell, és újra végig kell gondolni, mert hát látjuk, hogy miféle fejlődés előtt állunk. Uh-huh. Majd a mesterséges intelligenciáról egy hét múlva ebben a műsorban hallhatnak bőségesen a kedves nézők. A mesterséges intelligencia pedig egy olyan új kihívás, amivel egyáltalán nem számol a jelen iskolája, szerintem sehol a világon. Pedig itt van előttünk. Már a mobiltelefonokkal sem nagyon számol. Tehát ugye sajnos. A harmadik ipari forradalmat sem emésztettük meg. És na most akkor, amikor te írsz egy ilyen könyvet, miből indulsz ki? Én a nem lila jövőképet próbáltam meg alkotni, tehát a kívánatos, szép jövőt próbáltam meg felvázolni, hanem azt próbáltam meg kimazsolázni, hogy azokban az országokban, amikben zajlik ez a bizonyos alkalmazkodási folyamat, és nem csak a technológiai változásokhoz, de a klímaváltozáshoz, a nemi szerepek megváltozásához, a demográfiai változásokhoz, a gazdaság szerkezetében, munkapiacon zajló változásokhoz, a politika természetének az átalakulásához. Tehát rengeteg kihívás zúdul az iskolákra. A legtöbb fejlett országban az oktatás tudomány és az oktatáspolitika megpróbálja összerakni annak a receptjét, hogy hogyan lehet alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Tehát az, amit ebben a könyvben leírtam, és igyekeztem érthetően fogalmazni, ebben ez ennek a disztillátuma, tehát hogy milyen irányban változik az iskola, mint intézmény, vagy milyen dolgokkal kísérleteznek oktatási rendszerek, nem konkrét példákat próbáltam meg összelapátolni egy ilyen végtelenített listában, hanem megpróbáltam ennek a lényegét összerakni valamilyen módon, azt a modellt, ami felé a legfejlettebb országok oktatási rendszerei taladnak. Ennek alapján, egyik sem tartott egyébként, de hát, erre... De hát ráadásul ez egy befejezhetetlen folyamat, tehát mindig megíratod a következő könyvet erről, mert hogy, ahogy megyünk előre az időben, ez nyilván ugyanúgy fog ott is változni. Te milyennek látod 20-30 év múlva a korszerű oktatást? Azt, ami kívánatos lenne. Tehát amire azt mondanád, hogy oda kéne eljutnia a világnak, nem is nekünk, a világnak. 30-40 év inkább. Én azt gondolom, hogy egy olyan iskola lebeg a legtöbb ezzel foglalkozó szakértő előtt, ami nyitott, ami nem tanításra fókuszál, hanem a gyerekek egyéni tanulási környezetére, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen tevékenységet végeznek abban, minél jobban fejlődjenek azok a készségeik, amiket középpontba állítunk manapság, a probléma megoldás. Ezekről nagyon sokat beszélünk, probléma megoldás, illetve hát néhányan nagyon sokat beszélnek. Probléma megoldás, együttműködési készsége, kreativitás, és ezekhez hasonlók. Egy ilyen iskola nem gyárszerűen működik, hanem a tanulás szervezési eljárások sokaságát alkalmazza. Van benne egy kis tanulócsoportban, osztályteremben végzett munka is, de rengeteg a kis csoport,
sportos munka van, rengeteg projekttevékenység van, rengeteg egyéni projekt van. Szinte olyan, mint egy egyéni fejlesztés. Ez gyakorlatilag fejlesztés. Tehát az iskolának, egy ilyen tanulási központként működő iskolának kellene csinálnia, hogy felhalmozza azokat a lehetőségeket, tanulási élményeket és képességeket, amik minden egyes gyerek számára lehetővé teszik, hogy hatékonyan tanuljon, miközben nem feltétlenül tekintjük a tanulást már gürcölésnek, tehát kemény munkának. A játék is tanulás, és egy nagyrakás olyan dolog van, amiben nagyon jól lehet tanulni. Ehhez persze más kultúra kell az intézményekben, sokkal kevesebb hagyományos értelemben vett pedagógusra van szükség, és sokkal több specialistára, aki különböző területen segítik, vagy különböző tevékenységek során tudják segíteni a gyerekek milyen tanulását. Milyen specialistákra gondolsz például? Hát ma is vannak múzeumpedagógusok, van is vannak fejlesztőpedagógusok, ma is vannak zenepedagógusok, ma is vannak olyan pedagógusok, akik drámapedagógiával foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy ilyen típusú specialisták száma és aránya az iskolák személyzetében folyamatosan növekedik. Na jó, de mi lesz a matematika oktatással? Teszi fel a kérdést a szülő, vagy hogy fog megtanulni ez a gyerek így olvasni? Valami elemi matematika és számtan, aritmetika és olvasás, oktatás mindenképpen lesz, de az igazi a feladat az, hogy olyan elfoglaltságot találjon a gyerek, amiben A. jól érzi magát, B. ahhoz, hogy sikeresen végezze, ahhoz szükség van a szövegértési képességének a használatára, vagy szüksége van a matematikai képességének a használatára, sőt, ezek a tevékenységek fejlesztik a szövegértését. Nem arról szól, hogy hogy ússza meg a gyerek a tanulást, hanem hogy tanul úgy, hogy nem veszi észre, hogy voltak éppen ő tanul, mert közben jól érzi magát, érdekes és érdekli. Az se baj, ha észreveszi, hogy tanul. Jó, hát igen. Csak közben jól érzi magát, érdekes és fejlődik. Az mennyire zavaró, hogy a digitális oktatásban azért azt megtanultuk, mi is, a világ is valószínűleg, ahol erre szükség volt és kipróbálták, hogy az, hogy nincsen meg az osztályközösség, hogy nincsen meg a közösségi élmény, az nem működik. Hozzátartozik az oktatás. A digitális oktatás, amikor egy ilyen hibrid settingben alkalmazzuk, tehát van szociális együttlét, részvétel, gyerekek közötti személyes interakció, de használnak digitális eszközöket, itt semmi probléma nincsen. Ott van probléma, amit a COVID idején történt, amikor úgynevezett digitális munkarendre... Bezártuk a számítógépbe, hát a tanítónénit. Bezártuk az iskolát praktikusan, és minden gyereket hazaküldtünk, és minden pedagógus hazaküldtünk. Na, így dráma volt, mert egyrészt a gyerekek nem rendelkeztek, jelentős része, egy nagyon nagy része nem rendelkezett azokkal a készségekkel, amik lehetővé tették volna, hogy önállóan, önvezérelt módon, digitális eszközökön, platformokon keresztül tanuljon. Ráadásul a pedagógusok is megpróbálták ugyanazt csinálni online, mint amit offline csináltak a tanteremben. Hiszen nem voltak meg a készségek hozzá, hát persze. Már régi mondás, még a COVID előtt is mindenki látta, hogy azért ennek megvannak a csapdái, tehát ilyen hagyományos, buta, ismeretátadó frontális oktatásra is lehet használni digitális eszközöket. Tehát az igazi kérdés nem az, hogy milyen médiumon keresztül zajlik a kommunikáció, az igazi kérdés az, hogy mi a tanulás és a tanítás kultúrája, hogy mennyire felkészültek ebben a résztvevő szereplők, és e tekintetben nagyon nagy dráma volt Magyarországon. És hát tegyük hozzá, hogy erről nem feltétlenül a pedagógusok, sőt a legkevésbé a pedagógusok tehettek, hiszen ők egy kész helyzetet kaptak péntektől. Igen, felkészületlenül belelökték őket, és mindenféle támogatás nélkül belelökték őket a legtöbbüket abban a helyzetben, hogy birkózzanak meg ezzel valahogy. Az utolsó fejezet, miközben azért szépen felvázoltuk, hogy mi a helyzet, meg hogy mi lehetne a helyzet. Mit lehet Magyarországon tenni az oktatással? Ugye azt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen te magad is elmondtad már korábban, hogy az, ami most van, az lényegében fejleszthetetlen, mert egy zárt rendszer, tehát itt faltól falig megyünk. Akkor? Hát két kérdés van. Az egyik kérdés az, hogy ezen a rendszeren belül benne elképzelhető olyan alternatíva, amitől ez a rendszer mégis javul, jobbá válik, és én azt gondolom, hogy nem. A következő kérdés az, hogy várható-e egy olyan politikai helyzet,
ahol ez a kormány felismeri, hogy a 2010-15 közötti rendszeratalakítást gyakorlatilag vissza kell csinálnia. Erre is azt gondolom, hogy nem. Tehát én egy ideje azt gondolom, hogy egy radikális oktatáspolitikai fordulatnak, már pedig erre lenne szükség, mert most az ellenkező irányban megyünk, mint amire haladnunk kellene, egy radikális oktatáspolitikai fordulatnak politikai előfeltételei vannak. Egy politikai rendszerváltozásra van szükség ahhoz, hogy ez nem garancia semmire, de ez adja meg az esélyt egy radikális oktatáspolitikai fordulatra. De hát közben azért azt látjuk, hogy ez a kormányzat is jó néhány dologban fújt már visszavonulót a korábbi elképzeléseihez képest, nem feltétlenül oktatási ügyben. Tehát, hogy képes arra, hogy egyik napról a másikra szögesen az ellenkezőjét tegye. Ha ez a kormány, vagy bármelyik másik a jövőben, azt mondaná, hogy jó, akkor értek az idők szavából, ez így nem megy. Mit kéne tennie? Az a paradox helyzet van, hogy fel kellene adni azt a rendszert, ahol az rendszer minden eleme és minden intézménye politikai kontrollt szolgál. A Tigrisnek le kéne valahogy vetnie a csíkjait. Vagy nem ez van a vérében ennek a rendszernek. Tehát helyre kellene állítani autonómiákat, újra kellene építeni intézményeket, ma teljesen hiányzó intézményeket, központi kontroll és központi bürokratikus kontroll helyett decentralizált, egymással együttműködő profi és laikus szereplők közötti döntéshozatali rendszereket kellene kiépíteni. Ilyen egy autokratikus rendszerben nincs. Tehát az a paradox helyzet van, hogy nem szoktunk összekapcsolni politikai és szakmapolitikai dolgokat. Már csak azért sem, mert a szereplők nem tartják érdeküknek, hogy úgy tegyenek, mint a politikai szakszervezetek például. Nem mondanak semmi ilyesmit, mint amiről én beszélek. De ott, ahol megszűnik a jogállam, megszűnik a demokrácia, ott megszűnik a szakmapolitika csinálás is. Ahhoz, hogy a szakmapolitika csinálást helyreállítsuk, az elemi feltételeit helyreállítsuk, szerintem ezt az autokratikus rendszert fel kell számolni. És hogyha valaki ezt felszámolja így vagy úgy, legyen az a most uralkodó vagy a jövendőben kormányzó rendszer, akkor mit teendője van? Azon túl, hogy létrehoz intézményeket, attól a gyerekeinknek másnapra nem lesz jobb az oktatás. Igen, a dolog csapdája az, hogy a legnagyobb politikai költsége annak van, hogy a rendszerváltás, a politikai rendszerváltáshoz nagyon szép jövőt kell ígérni. De ha valaki oktatási reformot kezd el, akkor a saját bukását készíti el azzal, ha túl sokat ígér. Márpedig egy több cikluson keresztül a zajló reformfolyamat eredményeit beígérni rövid távon, az egy értelmetlen dolog lenne. Tehát ez egy politikai csapda. Tehát egy ilyen mocsárban lábolunk előre, ami tele van ilyen mélyedésekkel, amiket nem is látunk, mert fel vannak töltve vízzel. A nagyon sok önmérséklet és ész kellene ahhoz, hogy ezt valaki jól tudja menedzselni. A melyik része mennyi idő? Bármelyik. Az intézmények helyreállítása 7-8 év. Hogy elérjük a minőség, eredményesség a tekintetében elérjük a 2009-es szintet, ez az utolsó béke év, még a NER születése előtt, ez olyan 15-16 év. Ahhoz, hogy egy Skandináviában kulturálisan jól érvényesülő, nagyon korszerű, többszintű kormányzási rendszerünk legyen, rengeteg együttműködő állami, üzleti, non-profit szervezettel, helyi hálózatokkal. Ja, hát az egész társadalmat meg akarod változtatni. Az két nemzedék legalább. Hát akkor sokáig kell élnünk, ez a titok. Hát igen, törekszünk rá. Legyen így. Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket én köszönöm neki. Oktatáskutató, tudós ember volt a vendégünk, Radó Péter. Köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.